Elérkeztünk a János evangéliumának a 14. fejezetéhez. És a bevezetőben csak annyit mondanék, ugye a szokásosat, amit már többször elmondtunk, hogy azért olvassuk együtt a barátommal az evangéliumot, és azért vesszük fel, azért osztjuk meg embertársainkkal, mert meggyőződésünké vált az, hogy amit Jézus elmondott akkor, 2000 évvel ezelőtt, az most is aktuális, most is érvényes. Annál is inkább, hogy mindannyian szembesültünk azzal, hogy hát az emberiség valahogy, valamiképp belement a tévelgésbe. Mindannyian tévelgünk, és egyre több az életmód tanácsadó, egyre több a szakember, a pszichológus, a pszichiáter, és mindenki keresi a megoldásokat annak ellenére, hogy amikor megkérdezzük egymástól, hogy hogy vagy, mindenki azt mondja, hát jól, és hát te. Tehát mindenki ugye szemrebenés nélkül azt mondja, hogy jól van, mindenki jól van, de mégis az életmód tanácsadók, a pszichológusok csak úgy szaporodnak, ugye a földből nőnek ki. És hát nyilván, hogyha annyira működne az a mesterség, vagy annyira működne az a szakterület, akkor ugye hát lenne egy néhány életmód tanácsadó, és azzal a problémák megoldódnának Magyarországon, a magyar nemzet körében. Viszont nem ezt tapasztaljuk, hanem az ellenkezőjét. Egyre súlyosabb problémák vannak, egyre jobban leplezzük, egyre jobban színészkedünk, és hát a problémák nincsenek megoldva. Nekünk meggyőződésünké vált, mert a mindenható Isten megmutatta, hogy az, amit Jézus mondott 2000 évvel ezelőtt, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én szavaim sosem múlnak el. Örök érvényűek. Ez tényleg így van. Tehát Isten minket meggyőzött erről. És a mi dolgunk az, hogyha nem is tudunk meggyőzni másokat erről, de megmutassuk azt, amit kaptunk Isten kegyelméből. Ő az, aki meggyőzött minket, és bízunk abban, hogy minden őszinte szívű igazságkeresőt meggyőz arról, hogy Jézus szavai érvényesek, sőt, talán aktuálisabbak és érvényesebbek, mint valaha. Teljes meggyőződésem, hogy akkor, amikor ő a Földön volt, fizikai testben, 2000 évvel ezelőtt, akkor nem volt akkora probléma, mint most. Tehát teljesen egyértelmű, hogyha akkor szükség volt az ő tanítására, az ő szavaira, a jóságos Istennek a Jézus Krisztusban kinyilvánított tanítására, akkor most még inkább szükség van. Azzal kezdődik a János evangélium a 14. fejezet, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Itt már muszáj megálljak, az első mondatnál már meg kell álljunk, mert Istennek a lelke jelez, és kijelenti magát nekünk, és mindenki számára, aki őszinte szívvel keresi az igazságot. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ugye, hányszor hallottuk a világban, a filmekben, a templomban, a vallásban, ne félj, ne féljetek, ne nyugtalankodjatok, nyugodjál meg. És mégis mit tapasztalunk, kedves agató, kedves barátaink? Azt tapasztaljuk, hogy annak ellenére, hogy egyre többen mondják azt, hogy ne félj, ne nyugtalankodjál, nyugodjál meg, annál több a békétlenség. Annál több a békétlenség. Hogy lehetséges ez? Úgy, hogy emberek mondták ezt. Emberek mondják ezt. És egyáltalán nem mindegy, hogy valaki, aki nyugtalan, aki békétlen, neki valaki, egy embertársa mondja, aki szintén békétlen, aki szintén nyugtalan. Hogyha oda megy hozzád egy pszichopata, Isten bocsássa, hogy így fogalmazok, egy olyan ember, aki tényleg pszichikailag sérült, súlyosan sérült lelkileg, és azt mondja, nyugodjál meg, vagy hogy ne nyugtalankodjál, akkor az rád milyen hatással lesz? Körülbelül az ellenkező hatással. Na ez történik akkor, amikor az ember mondja az embernek, hogy ne nyugtalankodjál, nyugodjál meg. Ugye? De meggyőződésünk, hogy akkor, amikor ezeket a sorokat olvassuk, akkor nem emberek mondják, nem egy ember mondja, nem én mondom azt, hogy ne nyugodjál meg, ne nyugtalankodjál. Mert meg fogod mindjárt érteni, hogy itt, amikor azt mondja a Bibliában, az evangéliumban le van írva, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, az alá is van támasztva, erővel és hatalommal, amit az emberek éreznek a szívükben és az értelmükben, hogy nem egy egyszerű ember, egy bolond ember, egy gyarló ember szól hozzuk, hanem az ég és a föld teremtője.
Mert hogyha ő mondja neked, hogy nyugodjál meg, hogy ne nyugtalankodjék a te szíved, akkor te meg is nyugszol. Nem úgy, mint eddig, ugye, amikor emberek mondták azt neked. Tehát azt mondja Jézus, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Ugye, megtanultuk azt, hogy most már ebben a világban ugye mindenki hisz Istenben. És ahogy mondta egy kedves barátunk, kedves utitársunk, Istenben nagyjából mindenki hisz, de Istennek nem hisz jóformán senki. Mert hogyha nem csak benne hinnénk, hanem neki is hinnénk, ismernénk őt, ugye, ismernénk őt a szívünkkel, az értelmünkkel, akkor nem van a nyugtalanság. Az, hogy higgyetek Istenbe, és higgyetek én benne, mondja Jézus, nem azt jelenti, hogy hát én hiszek Jézusban, hát mondták, hogy hinni kell Jézusban, már gyermekkoromban is erről volt szó, hogy higgyünk Jézusban, én hiszek Jézusban. Te hogy hihetsz valakiben, akit nem is ismersz? De nem is vagy rá kíváncsi, nem is akarod őt megismerni. Hogy hihetnél benne? Látjátok, hogy a vallásos lelkület, a vallásos szellemiség, hogy beleviszi az embert az önállításba? Azt mondom, hogy hiszek Istenben, hiszek Jézusban. Hát de hogy a fenéül tudnék én hinni Istenben és Jézusban? Hol a bizonyíték? Hol van a nyugalma? Hol van a békessége? Hogy tudnék én hinni Istenben vagy Jézusban, hogyha nem is ismerem őt, nem ismerem ezt a fogalmat, hogy Isten, és nem ismerem azt, hogy Jézus Krisztus? Nem ismerem. Hát hogy hihetnék? Hiába mondotta nekem azt ott valahol Amerikában, vagy Kanadában, hogy hiszel te az én főnökömben, amikor nem is ismered őt, az én munkaadomban, nem is ismered őt, de nem is vagy rá kíváncsi. Én neked nem fogom elhinni, hogy te hiszel az én munkaadomban, az én főnökömben. Akkor fogom elhinni, hogy te hiszel az én munkaadomban, az én főnökömben, az én tanítómban. Amikor látom rajta azt, hogy te is megismerted őt, és örömödet lehetett megismerni őt, abban, hogy megismered őt, az ő szavait, na akkor el fogom hinni, hogy te hiszel benne. Sőt, kíváncsi vagy, benne jársz, benne kezd, benne mozogsz, benne fekszel, de ismered őt, az ő kijelentését, és hiszel benne. És ez csupán az első bekezdés. Drága utitársak, János evangéliumának a 11. fejezetéből. Igen, itten, amikor Jézus azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, a ti elmétek, mert látja azt, hogy sokszor háborog a mi lelkünk, a gondolataink cikáznak össze-vissza, és elkezdünk aggodalmaskodni. Hiszen ugye itten nem kis dologról volt szó, mert Jézus már bejelentette azt hiszem háromszor, hogy nem sokára meg kell halni, és mi módon fog meghalni, és testben el fog távozni közülük. És azt gondolom, hogy én sem viselkednék másképp, hogyha ott lettem volna köztük, hogy láthatom Jézus Krisztus testben. Biztos, hogy én is úgy ragaszkodtam volna, legalább úgy ragaszkodtam volna Jézus jelenlétéhez, fizikai jelenlétéhez, ahogy ők, és semmiképpen nem szerettem volna, hogy eltávozzon közülünk, hiszen egy biztos pont, egy biztos mencsvár az ember életében. De amikor itt azt mondja Jézus, hogy higgyetek Istenben és én bennem, akkor úgy is mondhatta, és biztos, hogy így is értette még, hogy emlékezzetek. Emlékezzetek vissza mindenre, amit együtt tettünk, amit mutattam nektek, amit mondtam és amit tanítottam nektek. Emlékezzetek vissza, és akkor megnyugszik a lelketek. Mert láthattátok, hogy mindent, amit tettem, amit mondtam, amit tanítottam, azt Isten hatalmával, erejével tettem. És láthattátok, hogy én, amikor Istenben mozogtam, jártam és keltem, akkor minden rendben volt. Akkor minden a legnagyobb rendben van. És erre emlékezteti Jézus a tanítványait és minket is, hogy testben ő elmegy, de a lelkem itt van. És később majd beszél az útról is, arról majd fogunk beszélgetni, de
lényegében erre gondol Jézus, hogy emlékezz vissza, nyugodjál meg, emlékezz vissza, mit mondtam. Ezért is mondja azt Jézus az ő szent lelkéről, az ő szent lelkének a jelenlétéről, aki bennünk él, hogy ő a vigasztaló, az, aki megnyugtat, megvigasztal, bátorít, emlékeztet. Emlékeztet, hogy én kiben hiszek, hogy ki az, aki engemet feltámasztott a halálból, hogy milyen mélységből hozott fel, és hogyha engemet a mélységből felhozott, és ilyen dolgokat elvégzett az én életemben, amit csak ő tudott, akkor megnyugodhat a lelkem. Megnyugodhat, mert emlékeztet, hogy én vagyok az Isten, én vagyok. Az én erőm megtart téged. Én vagyok a mindenható, az örökkévaló, és ha te bennem bízol, akkor azt jól teszed. A kérdés az, hogy van-e, amire emlékezz? Ha egy személlyel sosem találkoztál, ha őt nem ismerted meg, nem beszélgettél, amikor ő zörgetett az ajtódon, beengedted-e, leültél vele, megittál vele egy pohár bort, ittál az ő véréből, ittál az ő beszédét, etted az ő testét, cselekedtél azt, amit ő mondott neked, ez megtörtént, vagy nem történt meg? Mert hogyha nem történt meg, akkor mire emlékeznél? Igen, emlékezz. Emlékezz arra, amit mutattam neked. Emlékezz arra, hogy amikor azt csináltad, amit én mondtam neked, akkor mi történt? Emlékezz. És ne nyugtalankodjon a te szíved, mert az a valóság, amit láttál akkor, amikor azt cselekedted, amit én mondtam neked és mutattam neked. Az én atyámnak házában, a tökéletességben, a mennyek országában, a paradicsomban, sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. Ezt mondja Jézus. Hogyan ment el, hogy készítsen helyet nekünk? Úgy, hogy tanított 3,5 éven keresztül, és az ő tanításának az alapját megkaptuk mi. Abban a 4 egyszerű kicsi evangéliumban rögzítve van az ő életének és szavainak a tanításának az alapja. Megvan minden. De a hatalmas tanítás az volt, hogy Péter, János, Jakab, András és társai, hogyha nem megyek el közületek, nem jön el hozzátok a Szent Lélek. Úgy készítek én helyet nektek, hogy elmegyek közületek, és magatokra maradtok egyedül a Szent Lélekkel, Istennek a lelkével, az én lelkemmel, akiből én is szóltam, így készítem a helyet számotokra. Most akkor menjetek, és most akkor nem engemet fogtok másolni. Nem az én testemre fogtok nézni, hanem az én lelkemre, az én lelkemből fogtok táplálkozni, és azt fogjátok mondani, és megcselekedni, és így fogtok világítani a világban. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek, tudjátok, az utat is tudjátok. Mondanéki Tamás, Uram, nem tudjuk, hova mégy. Mi módon tudhatjuk azért az utat? Mondanéki Jézus, Tamás, Attila, Levike, Kornélia, Tibor, Kinga, mindenki, az összes. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertitek volna az én atyámat is. És mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Mondanéki Filip, Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég nékünk. Mondanéki Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filip. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, mutasd meg nékünk az atyát. Aki engemet látott, az atya és én egy vagyunk. Aki engemet látott, látta az atyát.
Az atya lélek, de testé lett az ő tökéletes lelke, hogy lássátok, hogy megtalálhassátok az útat vissza az elbukott emberi testből, a bűn testéből, vissza a lélekbe, a tökéletes lélekbe, a szent lélekbe, a szent cselekedetbe, a mennyek országába, aki engemet látott, látta az atyát. Aki engemet megismert, tudja, hogy hol van az atya. Nem hiszed én, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat. Higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig nem, magokért, a cselekedetekért higgyetek nékem. Bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, aki hisz én nekem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekeszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy megmutatkozzék az atya a fiúban és a fiú barátaiban, a fiú tanítványaiban. Akármit kértek majd az én nevemben, az én tanításom szerint kéritek azt. Mit jelent kérni Jézus nevében? Az, hogy ő kér mi bennünk. Az ő lelke, az ő lelkülete kér mi bennünk. Engedjük, hogy az ő lelke fogalmazza meg a kérést és a kérdést, és abban semmi testi nem lesz. Semmi olyan nem lesz, ami visszavisz téged a világba. Mert magát a kérdést is, a helyes és tökéletes kérdést már az atya lelke fogalmazza meg te benned. Ezt jelenti, hogy kérni az ő nevébe, az ő szava szerint, az ő tanítása szerint. Ha valamit kértek az én szavam szerint, az én tanításom szerint, az én nevemben, úgy, hogy együtt vagyunk lélekben, ha valamit kértek az én nevemben, megcselekszem azt. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat, az én beszédeimet megtartsátok, és én kérem az atyát, és ő más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad, mert az én beszédem, amelyet mondtam nektek, élet és lélek, az atyának a lelke az én beszédem, amelyet ti láttatok megnyilvánulni és cselekedni a világban és világítani. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Még egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé, de ti megláttok engem. Mert én élek, ti is élni fogtok. Hogyha meghaltam is élek, hogy lássátok, hogy a beszédek, amelyeket mondtam nektek, az atya beszédei, amely legyőzi a halált, az élet beszédei azok, és az élet erősebb, mint a halál. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek, avagy ti is az atyában, és bennetek is az atya, hogyha ismeritek, örömmel fogadjátok, jókedvvel fogadjátok, és jókedvvel cselekszitek, amit mondok, akkor az atya éppen úgy, ahogy én bennem, úgy ti bennetek is lakik, és cselekszik, és világít, hogy a vakok szemei megnyíljanak, és a süketek fülei megnyíljanak, és a bénák újra járjanak, és a lelki halottak feltámadjanak.
aki ismeri az én parancsolataimat, az én beszédemet, az én tanításomat, és megtartja azokat, az tényleg szeret engem, ragaszkodik hozzá, ragaszkodik az én beszédemhez. Aki pedig engem szeret, azt szereti az én atyám, ahhoz hozzá tud férni az én atyám, a mindenható Isten, azt tudja tanítani az én atyám. Én is szeretem azt, szerrel etetem azt, táplálom azt, és kijelentem magam annak éjjel és nappal, egyfolytában kijelentem magam annak, hogy legyen olaja bőségesen, és világítson, és el ne vesszen abban a sötétségben, ami jött a világra. Mondanék Júdás, nem az Iskariótes. Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat, és nem a világnak? Miért pont nekünk? Miért nem a világnak? Miért nem a CNN-en, az M1-en, a hírtelevízióban, a blik.hu-n? Miért nem ott jelentett ki magadat? És miért nekünk? Felele Jézus, és mondani ki, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Ők nem szeretnek engem, meg sem tartják az én beszédemet, nem kíváncsiak az én beszédemre. Ők annál intelligensebbek, az atyám nem tud hozzuk menni lakni. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet. És az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki küldött engem. Ha valaki nem hiszi, hogy Jézus tanítása, amit meg lehet találni, aminek az alapjait meg lehet találni a négy evangéliumban, a mindenható Istentől vannak, az járjon utána. Mert aki keres, az talál, és a zörgetőnek megnyitják az ajtót. És meg fogja érteni, hogy Jézus tanítása valóban a mindenható Istentől van, vagy nem. Aki őszintén keres, azt találni fog. Aki éhezi és szomjazza az igazságot, meg fogja érteni azt, és szabaddá válik azáltal. Ezeket beszéltem nektek, amik veletek valék. A ma vigasztaló, a ma pártfogó, a segítő, vigasztaló, pártfogó, segítő, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Ez egyik kedvenc bekezdésem az egész Bibliából. Miért? Azért, mert Isten megmutatta, hogy ez élő és ható, ez szent igazság. És én a saját bőrömön tapasztaltam ezt. De elmondom nektek azt, hogy nekem sokkal jobb érzés mások bőrén tapasztalni ezt, látni másokon, a barátaimon és az utitársaimon, hogy hogyan vezeti őket a Szentlélek. Hogy Jézus nem viccelt, ez nem tréfa, ez nem egy ilyen beugratós tréfa volt. Hogy Istennek a lelke rájuk száll, és mindenre megtanítja majd őket, és az eszükbe juttatja mindazokat, amit Jézus mondott az idő kezdete óta, és ez történik, és gyönyörűséges és dicsőséges ezt látni, hogy hogyan vezeti, hogyan támasztja fel az ő beszédével Isten az ő gyermekeit, hogyan tanítja őket, hogy lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. A szemünk láttára történik. Hogyan elevenedik meg az atyának a lelke embertársainkban, utitársainkban, hogyan ébrednek fel, és támadnak fel a halálból, és örvendeznek az életnek, és van reménységük és bizodalmuk. És bármit mond a híradó, nem félnek, sőt, ők bátorítanak másokat is.
Békességet hagyok néktek. Az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Békességet adok néktek, de figyeljetek, jól figyeljetek, nem úgy adom, ahogy a világ adja, mert sokan azt hiszik, hogy az én békességemet kapták, amikor a világtól kaptak békességet. Anyagi jólétet, testi örömököt, testi élvezeteket. Nem úgy adom, hogy a világ adja. Hogy adja? Úgy, ahogy Isten a másik gyermekén keresztül elmondta nekünk, hogy Istennek az országa, Istennek a békessége, az nem evés, nem ivás, nem testi örömök, nem testi élvezetek, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm, amelyet nem vehet el senki sem tőlünk. Senki az ég adta világot. Mert az örök öröm, Jézus a békességet nem úgy adja, ahogy a világ adja. Ahogy a gyülekezetek adják, keresztény rock zenével, betöltekezéssel, kitöltekezéssel, különböző ceremóniával, hanem a belső szobádban adja a békességet, amikor a szava jön hozzád, és átfolyik rajtad, és te azt továbbadod, ott van az ő békessége, és azt a békességet senki sem veheti el tőled, az ég adta a világot. Sem a halál, sem a test halála, sem a betegség, semmi. Mert ez örök békesség. Az a békesség, amit a világtól kapsz, az a test békessége, ami a testet a temetőbe viszi, és a lelket a pokolba. Hallottátok, hogy én azt mondtam néktek, elmegyek, és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam, elmegyek az atyához, mert az én atyám nagyobb nálamnál. Noha az ő lelke van bennem, mondja Jézus, de mi bennünk is az ő lelke van. A mi atyánk nagyobb, mint mi. Mert most még tükör által homályosan látunk. Szinte Istenből szólunk, de néha belekeveredik a testi indulatunk is, a testi gyarlóságunk is. A mi atyánk, Jézus Krisztus atya, az ő feltámasztója, nagyobb, mint Jézus Krisztus, és nagyobb, mint én, nagyobb, mint mi mindannyian. És hogyha szeretnénk Jézust, akkor örvendenénk, hogy ő elment, nincsen közöttünk testben, mert sokkal nagyobbat küldött ő hozzánk. Ő azért jött testben, hogy megkapjuk a hatalmas nagy Jézus Krisztust, aki már nem testben van, hanem lélekben. Mert amit a szemünkkel test szerint láttunk, az kevés ahhoz képest, amit kínál a mindenható Isten számunkra. És most mondtam meg néktek, mielőtt meglenne, hogy amikor majd meg lesz, higgyetek, majd emlékezzetek, hogy én ezt elmondtam néktek, de hogyha nem hallottad, és nem kívántad hallani, és bevésni a szívedbe, mire fogsz emlékezni? A híradóra? A hírekre? A Google hírekre? Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme. És én benne nincsen semmije. Jézusban nincs semmije a világ fejedelmének. Az ő tanítványának, hogyha ráfigyelnek, bennük nincs semmije a világ fejedelmének. Ezért nincs, amit visszavegyen tőlük. Ezért ők szabadok. Legyőzték a halált. Ezt jelenti, hogy vele együtt mi is legyőztük a halált. Hogyha bennünk a világ fejedelmének, a test indulatának nincsen semmije, a világnak, hogyha bennünk nincsen semmije, nincs hatalma fölöttünk. Hogyha csordultig van a poharunk az ő lelkével, az ő beszédével, a világ fejedelmének bennünk nincsen semmije,
Nincs hatalma fölöttük. Legyőztük Krisztus együtt a halált. Jöhet bármi, földindulás, viharok, bármi. Le van győzve. Mert Isten gyermeke az eljövendő nyomorúságos napokat nem úgy fogja látni, mint a világ gyermeke, mint a világ fejedelmének a gyermekei. Nem úgy fogja látni. Mert az ő látása ki van cserélve. Az ő múltja ki van cserélve. Nem az az ő múltja, ami volt. Neki új múltja van, új jelene és új jövője. És az a három egybe tolódik, és lesz belőle az örökké valóság, amit Isten ad ajándékba azoknak, akik őszinte szívvel keresik őt. Ezen pont a napokban elmélkedtem nem véletlenül, most, hogy indított a lélek, hogy beszéljünk az evangélium 14. fejezetéről. És az a tanítás, gondolat volt benne, mint amikor elbukott Ádám és Éva, vagy csak Ádám, már nem tudom pontosan, de valamelyik elbukott, vagy az egyik, vagy mind a kettő. És Isten és Jézus azt mondja, hogy íme, az ember olyan lett, mint mi, jó és rossznak ismerője. És ezt nehéz, nem hiszem, nem hogy nehéz, nem lehet emberi értelemmel, emberi aggyal felfogni, hogy van a mindenható Isten, a mindenható Krisztus. Az ő lelke betölt mindent, betölti a mennyet, a földet, és még azon kívül is mindent. És ők szentek, és ők tökéletesek. És hogy mondjam, Isten ő a teremtő, ő az élet forrása, Krisztussal együtt. Isten tudja, hogy rajta kívül is lehet úgymond létezni az ő kegyelméből, akkor, hogyha az ember elfordul tőle. Ezért lett megteremtve a föld, és az emberek mind, akik itt élünk rajta, ezért élünk itt rajta, mert elfordultunk tőle. De ezt Isten tudja, tehát ezt nehéz felfogni. Tehát Isten tudja, hogy rendben, én vagyok az élet. Képzelj el egy buborékot, vagy egy földet, egy mennyek országát, ami tökéletes, ami telve van szeretettel, békességgel, örömmel, renddel. Pezsög az élet, mindenki boldog, mindenki gyermek, mindenki játszik, örvendezik, felfedezik az Istent. Ismerkednek az Istennel, színről színre. Hasonlóképpen úgy, ahogy Jézus is. De azt mondja, hogy olyanná lett Ádám, mikor elbukott, mint mi, jó és rossznak ismerője. Tehát Isten is, Krisztus is tudja, hogy rajtuk kívül van rossz, de bennük nincs, és ők nem hajlamosak a rosszra. És mi bizonyíthatná ezt jobban, szebben, csodálatosabban, egyértelműbben? Egyértelműbben, hogy eljött Krisztus testben, és azt mondhatja, úgy hagyhatja el a világot, 33 és fél év, körülbelül 33 és fél év után, hogy én elmegyek, de én bennem nincsen semmi, ami ebben a világban van. Én szent vagyok. Bennem nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Isten igéje, Jézus Krisztus felöltötte magára a bűntestét, és egy deka, egy tűhegynyi mocsok, tisztátalanság nem érinthette őt, mert magát azáltal, hogy ő folyamatosan Isten lelkére figyelt és hallgatott, megtartóztatta, hogy belé bármilyen mocsok kerüljön. Ezt nem lehet felfogni értelemmel. Ott vagyunk a mennyországban, és elbuktunk.
És Isten azt mondja, és Krisztus, hogy íme olyanná lett, mint mi, jónak és rossznak ismerője. Isten és Krisztus tudja, hogy van rossz, hogyha valaki, aki elfordul tőle, ő a rossz állapotba kerül, de ők nem hajlamosak a rosszra, ők nem kívánják a rosszat. És ezt mutatja meg Jézus Krisztus, akkor is, és most is, hogy lehetünk szentek, lehetünk igazak. És az ő életével mutatta meg az utat, mert amikor először olvastam, én is egy fizikai utat képzeltem el, de ez mind az ember szívében, az ő lelkében történik az út. Az én lelkemben, a te lelkedben történik az út, vissza a mennyek országába. Nem egy fizikális út, nem kilométrekről beszélünk, nem háromdimenzióba, hanem a lélek útja. Az ő beszéde is lélek, az ő igazsága is lélek, az ő útja is lélek, az ő országa is lélek. Krisztus is lélek, Isten is lélek, és te is lehetsz, szent lélek, egyé válhatsz vele. Eljött közénk, a szent eljött a szentségtelenbe, az igaz eljött az igazságtalanba, a világosság eljött a sötétségbe. Annyira szeret, hogy egyé válhass vele, a lelkedben. Erről szól az evangélium, erről szól az élet. Csupán egy néhány szó arról, hogy mit jelent az, hogy eljött a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije. Ugye hát van, aki ezt úgy értelmezi, hogy egy ilyen farkas, hosszú farokkal rendelkező, szarvakkal rendelkező lényt kidobtak a mennyből, és leesett ide a földre. És ő eljött, ugye, hogy uralja a földet. Az, hogy Jézus után maga a bűn is úgymond felfokozódott, az azt jelenti, hogy amikor ő megmutatta a szentséget, bennem megütközött minden hamisság. Ami korábban is volt a világban, de nem volt nyilvánvaló, mint ahogy most sem nyilvánvaló. Mert mindenki boldog, mindenki jó, mindenki ügyes, mindenki hisz Istenbe. A felszínen. De a szívben, a lélekben nem. Nem volt nyilvánvaló, de az igazság jelenlétében nyilvánvalóvá válik, hogy mi választja el az embert Istentől. Tehát felfokozódott úgymond a bűn az ő jelenlétében. Külön lett választva a lélek a testtől, a testi a lelkitől. És figyelj, ú, Attila, ú, dicsőség az Úrnak. Miért fokozódhatott fel Jézus Krisztus megjelenése óta a bűn? Azért, mert azt olvashatjuk a Mózes könyvében, hogy miután elbukott Ádám és Éva, elfordult Istentől, tehát a bűn elkezdett bennük kelni, mint a kovász a tésztában. Elkezdett a sötétség bennük nőni, növekedni, elkezdett bennük a hazugság nőni, növekedni. Az istentelenség elkezdett növekedni bennük. Azt írja, hogy bőruhát adott nekik Isten, és a mennyek országából, a mennyei állapotból kivettettek, és angyalt állítatott oda, két angyalt, hogy ne tudjanak visszamenni, hogy nehogy szakasszanak az élet fájáról. És Jézus Krisztus, az élet fája eljött, megdicsőült, láttuk az Atya dicsőségét, ő benne, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. És hogyha az élet fája itt maradt volna testben, akkor az istentelen ember úgymond tudta volna fogyasztani az élet fáját, folyamatosan meg tudott volna újulni, erőben, egészségben, de szentségben nem. Meg tudott volna újulni erőben, fizikális egészségben,
hogy tovább növekedhessen bűnben, lélekben, kárhozatban. És ezért mondja Jézus Krisztus, hogyha valóban ismernétek az atyám akaratát, boldogok lennétek, örülnétek, hogy elmegyek. Eljött az élet fája testben, de muszáj volt, hogy elmenjen, hogy az emberek ne erőben, ne fizikális egészségben növekedjenek, hanem szentségben, lélekben és igazságban, és ráadásként megadatik majd az erő és a fizikális egészség. Nem potyára akarták Krisztust, az örök életfáját megkoronázni az emberek, mert akkor ők megmaradhattak volna a bűnben, és mehettek volna az életfájához gyümölcsöt szakasztani, hogy Uram, add meg nekünk ezt, add meg nekünk azt. Add meg nekünk a pénzt, az élvezeteket, adjál erőt a sötétséghez, még a hazugsághoz, az infrastruktúrához. Adjál erőt nekünk, adjál életet nekünk, hogy a halált tovább tudjuk növelni, hogy minél többet tudjunk befektetni a halálba, de hogy megismerjünk tégedet, ne. Ezért ment el Jézus testben, hogy akik keresik őt, megtalálhassák őt lélekben, mert ő itt hagyta az ő pecsétjét, az ő szent lelkének a pecsétjét. És mindenki, aki keresi őt, megtalálhatja. Minden megtört szívű ember, aki hozzáfordul, megtalálhatja. Megtalálhatja az életfáját. És aki megismeri őt, az ő szavát, az ő életében is ott lesz az életfája. Mit jelent az ránk nézve, hogy a világ fejedelmének nincsen benne semmije? Azt jelenti, hogy annak, ami testi gondolkodás, emberi gondolkodás, bennünk sem lehet semmi abból. Az utolsó momentumban, az utolsó percen, amikor el kell hagyjuk ezt a földet, ezt a földi életet, a tévelgésnek, az élet ellenességnek már nem lehet semmije. Ugyan megnövekedett, mert miért növekedett meg Jézus után a tévelgés, a bűn, úgymond. Ő hozta a világra, nem. Ő csak szétválasztotta. Hanem az, ami mostanig lappangott, az próbálta megvédeni magát. És támadja az igazságot, erőteljesen támadja az igazságot. És jó, hogy támadja, mert ők is részt vesznek a szétválasztásban, a szétválasztodásban. Hogy Isten gyermekei a helyes oldalra álljanak, és ne nézzenek hátra. Aki az ekeszarvát megfogta, ne nézzen hátra. Mert aki az ekeszarvát megfogta és hátra tekint, nem méltó arra, hogy kövesse őt. Ezt mondja Jézus. Ezek nagyon kemény dolgok, hogy lett a bűn, az életellenesség. Ádámnál és Évánáról már sokszor beszéltünk Isten kegyelme által, de tudjuk, hogy az igazi kijelentést, a tökéletes kijelentést mindenki csak személyesen kaphatja meg Istentől. Tőlünk senki nem kaphatja meg. Hogyha mi lennénk a legintelligensebb és legbölcsebb és legisten közelibb emberek, akkor sem kaphatná meg senki tőlünk. Mert úgy volt kedves az atyának, hogy azt személyesen adja mindenkinek, és csak személyesen. De hogy mi az, hogy a bűn megnövekedett? Hát az, hogy megnövekedett az idő, a tér, jöttek tervek, ugye? Jött a jövő, jött a múlt. Jézus hova ment innét? A térből és az időből. Amikor neki nem volt sem terve, nem voltak tervei, ő folyton az atyában volt. Hova ment ő? Az örökké valóságba. De az Isten szerinti örökké valóságba, mert a pokol is örökké valóság az írás szerint. Tehát arra hívott minket, hogy a világnak bennünk se legyen semmije. Bennünk sem, benned sem. És ezért engedtetik meg az üldöztetés. Van egy kis üldöztetés, már is toljuk össze magunkat. Sírunk, és mártírt csinálunk magunkból. Sajnáltatjuk magunkat. Saját magunkkal, embertársainkkal és Istennel. Pedig azért engedte meg Isten, hogy választodjunk teljesen külön
hogy a lábunkat is engedjük megmosni Krisztus által. Mert a világban járunk, néha por kerül a lábunkra. De Krisztusnak a lelke, Istennek a lelke most is megmossa a lábunkat.